kötél. Mi fekszik ott a bokor alatt? Lehet, hogy kígyó. Hú, ezek a csúszómászók mérgesek is lehetnek. Akár kígyó, akár nem. Nagyon nyugodtnak tűnik. Szia, pajtik! Nagyon egyformák vagytok, de a barátod úgy hiszem elaludt. Te is elaludtál volna? Most mi történt? Ja, a másik felébredt. Nagyon különös, de izgalmas. Hű, jaj, de klassz! Ez az enyém! Most már teljesen ébren van. Én találtam az enyém, az enyém! Jaj! Szilvész! Mi történt? Megsérültél? Megtámadott ez a... valami? Hát nem tudod, mi ez? Csak egy ócska kis kötél. Kötél? Nem két dolog tehát, hanem egy. Hosszú, két vége van, vagy két eleje, de... mit lehet egy kötéllel kezdeni? Megkötözheted el a sápadtarcúakat, amikor indiánost játszatok. De ha akarod, megkötözlek vele, és itt hagylak a kesejüknek ebédre. Azt inkább ne. Ahogy gondolod. Szia, Björn Mackó. Szia, Szilvész. Összekötözve letni egy ilyen kötéllel nem túl nagy élvezet, de hát akkor mit csináljak vele? Na nézd csak, itt jön egy másik kötél. De ennek a végén egy kutya van. Szia, kutyás papa! Én is találtam egy kötelet. Na nézd csak, hogy milyen szerencséd van, tényleg remek kötél. Szilvész azt mondja, hogy kötözésre nem nagyon alkalmas, így hát nem tudom, hogy mire használjam. Hát, Björn Mackó, póráznak remekül megfelelne, csak már minden kutyámnak van póráza. Az egyik kutyát könnyen elveszhet, ha nincs neki póráza. Ez a lehetőség persze mindig fennáll. Maradjatok nyugton, hadd számoljalak meg benneteket. 3, 4... egy hiányzik. Nem, 5. Úgy látom, mind megvannak. Jó. Hát póráznak sem lehet használni. Szervusz, Björn Mackó! Szervusz, elegáns hölgy! Van egy kötelem, de nem jó póráznak, és nem lehet összekötni sem vele semmit. Na hát, ez elég szokatlan. De hát mire szoktak használni egy kötelet? Hát, például a ruhák kiteregetésére. Értem. Nézd, ott van két fa. Nagyszerű! Így jó? Nem egészen. A ruháknak nedvesnek kell lenniük. De most már mennem kell. Minden jót! Akkor most mi legyen? Ó! Oh. Köszi! Most már nedves. Nagyszerű. De nem nagy szórakozás. Szia, rádiós ember! Nézd! Van egy kötelem, amire ki lehet teregetni. Kitűnő ötlet! A kötél kiválóan alkalmas teregetésre, ám ennek a remek eszköznek természetesen rengeteg más alkalmazása is létezik. Hogyan? Sokféleképpen használható. Tudom, összeköthetsz vele dolgokat. Rengeteg olyan eset van, amikor a kötél tűnik a legmegfelelőbb eszköznek. Például a jószágot elfogni akaró cowboy számára a lasszó messze a legalkalmasabb eszköz. A kötélnek rendkívüli jelentősége van. Jaj, anyám! Próbáld ki! Bocs! Nem volt rossz!
Ezen kívül a távoli Indiában vannak olyan fakírok, akiknek kötéltrükkjei zavarba hozzák még a tudósokat is szerte a világon. Hogyan képesek egyenesre állítani a kötelet, és aztán meg fel is másznak rá, majd pedig eltűnnek. Na hát, a kötelet tényleg ennyi mindenre lehet használni. Szia, Björn Mackó, mit csinálsz? Sziasztok, Nyuszik! Azon igyekszem, hogy egyenesre állítsam a kötelet. De miért? Tudjátok, a kötelet nagyon sok mindenre lehet ám használni. De tudod-e, mit lehet legjobban a kötéllel csinálni? Nem én. Hát forgatni. Mi? Hát ugrálni vele. Igen, forgatjuk a kötelet, és mikor a lábad alá ér, ugrasz egyet. Így? Igen. Látod, Mackó, már is ugrókötelezel.